Sziasztok srácok, Zsozé vagyok. Ez pedig itt a Grave című játék, gyerekek. Hát kipróbáltam a játékot, és kicsit úgy néz ki a játék, mintha komoly szintetikusok alatt álló meleg divattervező készítette volna. Viszont nézzétek, hát elég combosan néz ki. Odaver. Tehát a Langyi koma jól összeklopfolta a játékot. Az első játék, aminél azt éreztem, gyerekek, hogy úristen, de néztem, mint hal a szatyorba, hogy ú, de jó, és ú, de jól néz ki, és az mi ott, és még menni akarok tovább, hogy lássam, hogy ezután mi jön. Úgyhogy gyerekek, iszonyat érdekes a játék, nagyon jól néz ki. Mi faszt visítasz? Hol ordítottak? PvP jellegű is lehet a játék, illetve tőlem távol állnak az MMO dolgok, de egy kicsit MMO-s is, tehát fejlődnünk kell, hogy építhessünk bizonyos dolgokat, de elegyészik az MMO része, amellett, ahogy kinéz a játék. Hát aki szereti az MMO-t, annak nyilván tetszeni fog, én annyira nem vagyok oda érte. Nézd meg a fideszes cserebogár! Úgyhogy vágjunk is bele a kalandba, gyerekek. Rengeteget sétafikáltam a játékban, és legyűgöző, tényleg, ahogy kinéz. De azért megmutattam, hogy ki lehet kapcsolni ezt a nagyon színes dolgot is. Ugye ez, hogy így mozog a kamera, én ezt nem szeretem, tehát látjátok. Instant hányinger, úgyhogy ezt kikapcsolom. Szóval ki lehet kapcsolni, csak tudnám melyik az. Ó, meg is van. És akkor pedig így néz ki a játék, tehát nem annyira színes, de azért szerintem jobban néz ki, hogyha színesebb a téma. És akkor vágjunk bele, gyerekek. Szóval olyan helyekre jut el az ember, azt nézd! Szöcske róka lába. Tudunk integetni. Hello, retek Jankó. Add már kölcsön a motorodat. Igen, tehát így néznek ki a házak, az építés, különböző csapdákkal lehet még körbe védeni, és karakterünk tud szeletelni akár csak a falunapon. És igazából bármelyik szerverre mész föl, mindegyik más területen rak le. Tehát biomok vannak ugyanúgy, és ez vannak ezek a kis bolygók, ezen lehet építeni. Gyerekek, engem levett a lábamról igazából, mert én még nem nagyon tapasztaltam ilyet játékkal kapcsolatban, hogy megyek is, menjünk el, jó, de jól néz ki. Tehát ennyire nem nyűgözött le látványvilágba. Nem is igazán a látványvilág, a kreativitás, úgyhogy hatalmas taps a meleg divattervezőnek szintetikusok hatása alatt. Mert tényleg, mintha Óza csodák csodájába járnál, végé kéri a gépet. Na de akkor hogy kezdődik a játékmenet, gyerekek? Hát farmolással. Így heggeztünk akár csak egy 1002-es Lada kipufogót. És igen, rengeteget kell farmolni a játékban, hogy eljuss el egyáltalán valahova. És akkor itt van egy ilyen takonylabda. Hát ezeket kell megküzdeni, bár mondjuk én egy level 7-es takonylabdával nem állok leharcolni, mert olyan combos, mint a Van Damme vagy a Stallone. Rám rúg egyet, azt összeesek, mint a napozó ágy, gyerekek, konkrétan. Igen, hát enyhe MSZP-s hajnövényzet burjánzik az erdőbe. Mindjárt keresünk valakit. Igen, vannak ilyen NPC-k is, akik így köszöngetnek, ezek a köszönő. De ez nagyon, figyeld, adjunk neki egy paraszt lengőt, figyeld. Gyere ide! Itt a nyakas! Szóval igen, lehet pofoszkodni a játékba, gyerekek. Szóval a Böllérbicska utca 3-mal tudjuk hentelni a népet. De az igen, level 4-es. Hát nem tudom, hogy meg kéne vele birkóznunk, nem hiszem. Valószínűleg egyébként többször fogok a játékkal foglalkozni, amit tudni, egy kicsit rásztos beütése van. Építünk, védekezünk, vannak ugyanúgy PvP szerverek. És a többi, gyerekek. Igen, ezerféle anyagot lehet farmolni, és későbbiekben még petünk is lehet akár egy robot formájában, különböző petek vannak, igaz, én ebből egyet se láttam, még csak tudom, hogy lehet, ugyanis itt sétafikálnak azok a droidok, akik egy ilyen kólaautomatára hasonlítanak. Egészségedre, bazd meg, egészségedre! Ez minket akar? Pusztulj! Gyere, geci, hát el kell le! Mint Menzás néni a zsíros deszkát. Na bazd meg. És itt van egy sivatag.
Befittyenünk a sivatagba. Ezek a világítók a távol ott világít valami, tehát fingom nincs mi az. Ne kérdezzétek. Most leereszkedünk a Lassis tengerpartra, megnézzük, hogy mi van ott. Vannak különböző barlangok egyébként, ahol be lehet jutni, és ott elég combos enemi van. Rengetegféle ellenséggel találkoztam eddig. Úgyhogy van annyi, mint a gyű. Ez mi? Az az enyém volt. Meghaltam itt egyszer, és saját magam lelki világát megtalálva. Igen, egyébként a zenéi is nagyon... Tehát úgy el van találva ez a játék, gyerekek, látványvilágban, zeneileg, hogy nézel, mint hal a szatyorba. Mint egy másik világba érkeztél volna. Elég ütős a cucc, azt kell mondanom. Úgyhogy lavírozunk tovább. Napszakok változnak. Éjszaka, nappal, este, meg minden van, mint a búcsúba, még kakasos nyalóka is talán. Ott valaki ott áll, mint fasz a lakodalomba. Nem tudom, hogy oda kéne mennünk, mert itt errefele elég combos lények vannak, level 5-ös. Én nem tudom, ilyen takonylabdával megküzdöttem, gyerekek, sose sikerült megölnöm. Oh no! Adjad neki! Ja, hogy az egy player? De kemény. Na látjátok, itt van ez a droid, ettől lehet venni egy marék szotyit. Hello. Retek Jancsi. Nézzük meg, azok harcolnak, gyerekek. Oda megyünk, hát ha fel tudunk lootolni valamit előlük. Üssétek, azaz! Adjátok neki, srácok, veled vagyok. Lelkiekben. Ha milyen frisbee fejű ez, geci. Ez az ellenség. Ütök egyet én is, bazd meg. Ó, adjatok ide mindent. Ó, blueprint, köszi. Igen, a karakterünk kicsit úgy néz ki, mint egy telefosolt búváruha szó szerint, gyerekek. Ott nagy teamfight van, ahogy látom. Igen, egyébként a... Ezek a mobok, amik ugye a pályán leszpamolnak, egymást is kloffolják lendületesen. Hallani is lehet, ahogy felvisít, mint a vadvízi tehén. Hát itt már egyébként igen, lehet találkozni vadvízi tehénnel elég keményen, mindenféle szerzet van. Ebben van egy, ha jól tudom, egy ilyen csillagos kapu cucc. Igen, itt van, csak az a baj, hogy benőtte a fa. De most mi űrutazunk. Nos gyerekek, itt is vagyunk egy másik bolygón, ahol kisebb a gravitáció, és ez meg is látszik, amikor ugrik az ember, úgyhogy nagyon szép, de ez engem odavert, tehát ezt nézzétek. Hát hogy néz ki az ég? Jó Isten! Nagyon kemény. Nagyon hangulatos, iszonyat jól meg van csinálva. Na hát, és ugye itt ugyanígy találkozhatunk mobokkal, ugyanígy van fa is, azt a kurva véletlen átugrom az egész bolygót. És igazából itt az is előfordulhat, hogy ütsz egy mobot és elrepül tulajdonképpen csori ki az űrbe. Itt azért már combosabb lények vannak, itt level 17 meg ilyenek, hát én ezekhez, érted, a hám szövetet a bal kacsójukon nem tudom tulajdonképpen felsérteni. Ezért érdemes fejlődni, de viszont rengeteg időt és munkát igényel. Viszont aki szereti az ehhez hasonló dolgokat, annak biztosan tetszeni fog, mert látványvilágban, gyerekek, hát ez kegyetlen. Nézzétek. Még az árnyékos, a hold világít mögöttünk, a fejünkön megtörik, nagyon durván néz ki. Úgyhogy csak ajánlani tudom mindenkinek, gyerekek, ez volt a Grav, köszönöm, hogy velem tartottatok, valószínűleg többször fogok a játékkal foglalkozni, mert mondom, úgy érzem magam, mint Rozi a moziba tulajdonképpen, úgyhogy... Szevasztok srácok, Zsuzsi voltam, Zacsi Pacsi. Csöcsia. Köszönöm, hogy megnézted a videómat és velem tartottál eme kalandos utazáson, ha tetszett a videó, veress egy... tetsziket, ha nem tetszett, akkor meg diszlájkoljál, öcsém, a só egye ki a nyakad. És még annyit szeretnék kérni tőled, hogy ha érdemesnek érzed a videómat, akkor kattints a megosztás gombra, itt az összes
közösségi oldal elérhető, amin te létezel, és kérlek, oszd meg a videómat, hogy a komáid is láthassák. Köszönöm, Zsozi atya voltam. Szevasztok!